Egyelőre tisztázatlan körülmények között életét vesztette Tóth László, kickbox versenyző, illetve edző, tízszeres szlovák bajnok, többszörös világbajnoki ezüstérmes sportoló. A somodi származású fiatalembert mindenki csak Dokiként szólította. Így köszöntötték a szombaton Szádelőben rendezett diszkón is, ahová testvérével érkezett. A szemtanúk így emlékeznek az esetre. Belekötöttek Dokiba, utána az összes tornái, akik ott voltak, azok mind rá, meg a testvérére Pistire. Összeverték, Pisti nagy nehezen kimenekült közülük. Beszélgettünk, mulattunk, semmi gond nem volt. És volt egy illető ott, aki első percük kezdve kötekedett bele, provokálta, de hát nem csinált semmit. Egész mindenki megmondhassa, hogy beszélgettünk, iszogatott, én nem ittam, sofőr voltam. És akkor, amikor már jöttünk el, akkor az illető, nem tudom, belekötekedett, hogy nem tudom. És ő nem ütött, azt tudom, hogy nem ütött, mert még mondta azt, hogy nem ütheti meg. És ott onnétól nem tudom, verekedtünk. És valaki, nem tudom. Azt tudom, hogy egy sarokban rúgdosták, engem is többen voltak. Annyira emlékszem, hogy betettek az autóba. Miután a verekedőket szétválasztották, a fején erősen sérült Lászlót, a szervezők bevitték a táncterem melletti szomszédos helyiségbe, ahonnan az ablakon keresztül hajnali 3 órakor elmenekült. A testvérét még a kultúrház előtt is kirángatták az autóból, ahol szintén bántalmazták. Elmondása szerint csak zavarosan emlékszik a verekedés utáni órákra, olyan sokkos állapotba került. De hogy László hogy került 1,5 kilométerre a kultúrháztól a Pozsony kassával összekötő főút melletti árokba, az egyelőre talány és az is, hogy mi okozta a halálát, a sérülése vagy kihűlés. A rendőrséget még az éjjel értesítették, de mire kiérkeztek, igazából dolguk már nem akadt, és László eltűnésének sem tulajdonítottak nagy jelentőséget, állították a szervezők. A rokonok és az ismerősök vasárnap a környéken egész nap keresték. Voltak kutyások, akiknek tudtam, szóltam, és eljöttek. És nem találtuk. Pedig akkor még élhetett, mert hétfőn reggel 9 óra után, amikor megtalálták, az első orvosi vélemény szerint mintegy 6 órával előtte állhatott be a halál. A térségben aznap reggel is 0 Celsius fok körüli volt a hőmérséklet. Tegnap nem találtuk, ma már reggel megint csináltunk egy akciót keresésre. 3 csoportra osztottunk, mi 4-en feljöttünk ide arra a dombocskára, és eljöttünk erre a pálya fele. És én észrevettem, hogy valami zöld itt a izébe. Arra voltam figyelmes, hogy világos zöld, valami világított. Egyből szaladtam ide, és ma akkor megtaláltam, leszaladtam hozzá, megfogtam, de már hideg volt. Nagyon sok sérülés van a fején, nagyon-nagyon. Én, ahogy észrevettem, én voltam a legközelebb mellette, az egész arcafogam, minden szemtől kezdve minden. Nem lehet rá ismerni. Tóth László versenyzői pályafutását a kassai Steel Trans Kickbox klubban kezdte. Díjai között minden európai szintű verseny érmei ott csillogtak, kategóriájában 2 világbajnoki ezüstérmet is szerzett. Szepsiben és Kassán foglalkozott fiatalok edzésével. 1997-ben lett először szlovák bajnok, ám ígéretes sportkarrierje majdnem ketté tört egy súlyos autóbaleset miatt. Baleset után a doktorok nem adtak sok esélyt, le akarták vágni a lábamat, aztán valahogy megmentették. 3 cm rövidebb volt, és mondta a doktor, hogy örüljek, hogy fog tudni járni, és hogy kezdjek el sakkozni, felejtsem el a sportot úgy, ahogy van. Én azóta megtanultam sakkozni is, de nem adtam fel. A rehabilitációnak és erős akaraterejének köszönhetően Tóth László 2001-ben újra szlovák bajnok lett, és nagy szívósággal küzdött azért, hogy megszerezze a világbajnoki aranyérmet. A 2011. október 22-én megrendezett szkopjei viadalon sikeres volt, de nem annyira, mint tervezte. Kategóriájában egy újabb világbajnoki ezüstérmet szerzett. Néhány éve saját klubot létesített, tavalytól pedig a Szlovák Kickbox Szövetség válogatott vezetőedzőjeként tevékenykedett. Tóth László, mindannyiunk dokia, ez éven lett volna 34 éves.